Köszöntöm nézőinket, Lipták Péter vagyok, mutatom a mai Cikádor magazin tartalmát. A büdös víz jelenségének jártunk utána. A tűzoltókat köszöntötték Szent Flórián napján Bátaszéken. A város bora kitüntetéseket is átadták a bátaszéki eredményhirdetésen. Rel Kata textil képeiből nyílt kiállítás. 13. alkalommal rendezik meg a Bátaszék triatlont. ...2014-ben készült el Bátaszéken az a víztisztító üzem, ami nem csak a város, hanem a környező települések csapvizének minőségét javítja. Az elmúlt hetekben azonban több bejelentés is érkezett arról, hogy büdös és ihatatlan a bátaszéki csapvíz. Ennek jártunk utána. Az utcán megkérdezett emberek is különböző véleménnyel voltak a jelenségről. Egyszerűen büdös is, kemény is, mellette a bőrünket is nagyon megviseli, folyamatosan testápolót használunk, úgyhogy ez tény és való. Ezért fogyasztunk ásványvizet a boltból. Néha, nem mindig. Nem mindig. Én például azt iszom most is csapvizet. Sebestyén József már évekkel ezelőtt egy szűrőrendszert szereltetett fel a lakásában. Hát azért, mert annyira ipó szaga volt, klóros szaga, hogy ihatatlannak tűnt többször. Hogy nem szívesen ittam vizet, holott én nekem fél literes korsó van a csap mellett, és én csapvizet iszom. Büdös is viszketünk is tőle. Hát egy olyan 2 éve biztos. És hogyha pohárba is töltesz, hogy mondjuk inni akarsz, akkor meg, ha vársz vele egy kicsit, akkor így befehéredik az egész. Ijattó, és hát azt tisztjuk, főzünk vele minden. Jó a bátaszékig. Én nem tudom, ki te látod ki, hogy nem jó. Péter Géza, az Erőv Vízi Közmű ZRT déli régiójának vezetője megkóstoltatta azt a csapvizet stábunkkal, ami egyenesen a víztisztító üzemből megy ki, nem csak Bátaszékre, a környező településekre is. Ugye 2014-ben Keopos uniós pályázatba épült meg ez az ivóvízminőségjavító beruházás, ahol Bátaszéken épült egy vízműtelep, és itt tisztításra kerül a föld alól kitermelt víz. Ugye Bátaszéken évtizedeken keresztül probléma volt a vasas mangános víz, hát ezt az itt lakók tapasztalták a mosdókagylón, a kádban, hogy egy ilyen barna, fekete csík mindig ott volt, hogyha csöpögött a csap. Na hát 2014-ben, amikor megindult ez a beruházás, illetve beüzemelésre került, hogy ezek a problémák megszűntek. A víz a legszigorabban ellenőrzött élelmiszer Magyarországon, tehát folyamatosan labormérések, mind mikrobiológia, mind kémiai dolgokban ellenőrizzük, sőt, itt helyszínen is ilyen tesztekkel, fotométerrel azért szoktunk ilyen ellenőrző méréseket végezni, tehát azért odafigyel az ember arra, hogy még véletlenszerűen se tudjon mondjuk egy ilyen túlkolórozás megtörténjen a településen. Azonban elengedhetetlen a víz megtisztításához komoly biztonsági előírások mellett, hogy különböző vegyszereket használjanak. Kap káliumpermanganátot a kezelendő víz, illetve kap valamilyen mennyiségbe előklort, illetve a hálózat a bocsájtás előtt kell egy utóklórozást is végezni. Most elmondom, hogy ez Bátaszék tekintetében elég minimálisra van véve. Ugye a műszaki irányelvek, illetve szabványok még a pandémiás időszak előtt ilyen 0,3 mg per literre becsülték a vagy kérték, hogy annyi klórt kell, szabad aktív klórt kell a vízhálózaton biztosítani, tehát a legtávolabbi plontokon is, illetve a pandémás időszakban ezt felemelték, ugye a műszaki irányelvek 0,5 mg per literre, tehát mi a Bátaszéken ez soha még a közelébe se kerültünk, és ugye magára a szabad aktív klóra nincs is határérték, ugye az ivóvízminőség rendeletbe, csak a kötött klóra, ami 3 mg per liter. Most elhoztam itt az utolsó fél éves hálózati eredményeket, tehát itt a szabad klór nem is lehet kimutatni a hálózaton, illetve a kötött klór is a 3 mg per literes engedélyezett képest 2/10 körüli érték, tehát ez igazán nem okozhatja a
a egy-két helyen levő íz, illetve szagromlást. Péter Géza hozzátette, 30 éves szakmai tapasztalata alapján arra gondol, máshol keresendő a probléma gyökere. Vannak még régi belső hálózatok, amik még ugye a 70-es években, illetve 80-as években készültek, még az régi horganzott csövek, amiben lehetnek még olyan lerakódások, amik most oldódnak föl, és ezek okozhatnak ilyen íz és szagromlást. És azt el kell mondani, hogy 2014-ben, amikor ugye az új, úgymond tiszta víz rákerült a hálózatra, rengeteg ilyen probléma volt, és ugye ott is mindig a klóra akartuk fogni, de nem az volt, hanem maga ezek a hálózatban élő íz és szakrondó baktériumok, ugye, mivel nem találtak már táplálékot a vezetékekbe, a házi bekötéseknek a vezetékeibe kerültek be, és kerültek be ugye a belső hálózatokba. Tehát a legtöbb esetben a belső hálózat okozhat ilyen problémát. Tehát jelen pillanatban a bátaszéki hálózaton túlklórozás nincs, de ki is lehet számolni, most körülbelül az utóklór ilyen 3 gram per óra, ami óránként 100 köbméter vízhez megy hozzá, most az ember ezt leosztja, akkor ez nem is tudom, ilyen 0,05% lehet a szabad aktívról, tehát ezt mondjuk a város másik oldalán nem is lehet érezni. Tehát maga ez a szag, illetve ízromlás valószínűsítően a belső hálózatoknak a problémája még egyelőre. És a fehér víz jelenséget sem a klórozás okozza. Hiba csőtörések után, hogy levegős lesz a víz. Ugye egy ilyen tejszerű lesz, amikor az ember a csapon kiengedi, ilyen tejszerű lesz a pohárba a víz, és ugye hajnál, és mindig azt mondták, mert persze a vizesek agyon klórozzák a vizet, hát ez nem levegő van, oxigén van a vízbe, ez egy fél percen belül eltűnik, és gyönyörű szép kristálytiszta lesz bele a víz. A hatósági laboroknak a vizsgálata is ezt mutatják, hogy ahol ez az ivóvíz minőség javító program elkészült, tehát Bátaszék, illetve a Decs kistérségi, tehát nagy mértékben javult a vízminőség. A hatósági laborok vizsgálatai is azt mutatják, hogy ahol elkészült ez a víztisztító üzem, ott nagy mértékben javult a vízminőség. A Tűzoltók napja alkalmából, valamint Szent Flóriánnak, a Tűzoltók védőszentjének ünnepén koszorúkat helyeztek el a bátaszéki lánglovagok a Kossuth utcai szobornál, majd a laktanyánál is. A rendezvényen Bozsalik Róbert polgármester megköszönte az áldozatos munkát mind a városhivatásos lánglovagjainak, mind pedig a Cikádor Főnix Egyesület önkéntes tagjainak. Szent Flórián napján a bátaszéki tűzoltó laktanya előtt koszorúzással és főhajtással emlékeztek meg azokra az elhunyt lánglovagokra, akik munkájukkal sokat tettek Bátaszék tűzvédelméért, illetve az aktív tagokra is, akik nap mint nap akár életüket is kockáztatva vigyáznak a város és a környék biztonságára. A város tűzoltói és a Cikádor Főnix önkéntesei egyként vonultak fel és tették tiszteletüket az ünnepségen. Győri Lajos tűzoltó parancsnok elmondta, hogy nagy szükség van nem csak a hivatás, hanem az önkéntes lánglovagok munkájára is. Kevesen vagyunk, sajnos, és az, hogy mi a polgár érdekében olyan védelmet tudjunk biztosítani, azért igenis szükség van mind az önkormányzati, mind az önkéntes tudató egyesületekre, hogy hivatásosokkal együtt védjük a polgárok értékeit, életét. Bátaszék hivatásos tűzoltói nem csak a város, hanem a környező települések tűzvédelmét és műszaki mentési feladatait is ellátják. Mennek segíteni, ha baj van Báta, Pátiba, Mórágyra, Bátára, Alsónyékre és a bajai kollégákkal együttműködve Pörbőjre is. Ilyen 100 körüli esetszámunk van éves szinten. Van olyan hivatásos, ahol több van, de valahol meg kevesebb. A leggyakoribb, ami ott a 2011 óta a katasztrófavédelem megszigorította a tűzgyújtással kapcsolatos dolgokat. Ugye itt a bírságolásra gondolok, meg a kötelező bejelentések. Azóta éves szinten egyre kevesebb a tűzoltás. Általában az emberek már ezt megtanulták most arra, hát valakit azért, mert megbüntettek valakit azért, mert ugye a tájékoztatást látta, tehát az interneten, a Facebookon, vagy akármilyen oldalon, ahol ezek hirdetve vannak. Illetve hát amióta az autópálya megépült 2009-2010, azóta van
nincs összefüggésben nyilván, de azóta több a műszaki mentés. A Cikádor Főnix ifjú tűzoltó csapata egyelőre vonulós beavatkozásokon még nem tudja segíteni a hivatásos tűzoltóság munkáját, viszont a hagyományőrzéssel és a toborzással kapcsolatos feladatokat maximálisan ellátja. Lévén, hogy hármas kategóriás hagyományőrző egyesület vagyunk, így ténylegesen a hagyományőrzés és az ifjúságnevelés áll hozzánk a legközelebb, illetve most ugye a Flórián keretein belül is a gyerekeknek is próbáljuk sugallni ugye a hagyományőrzést, mint a Flórián napot is, ugye mai nap folyamán, illetve önmagában a hagyományőrzésen belül a versenyzés, ami most úgymond nekünk még terepet jelent, itt ugye az országos versenyekre való eljutás, illetve a megyei versenyekre való utazás és versenyzés jelent mindenféleképpen egy ilyen opciót számunkra, illetve az idei évben úgy néz ki, hogy talán egyre jobb fejlődéssel elkezdtünk egy új kupát egy másik egyesülettel kezdeményezve, ami a Melinda Kupa névre hallgat, és ugye ennek lesz majd május 15-én Bátaszéken egy második futama, ezt is szeretnénk ugye minél tovább fenntartani, és ebből is úgymond egy hagyományt véghez vinni, így kezdetlegesen. Illetve hát, hogyha majd a lehetőségeink engedik, akkor minél inkább a vonulás és a város, illetve a terület védelme felé menni. Az elnökünk az durván a 5. osztálytól szokott elmenni toborozni a Bátaszéki Általános Iskolában, és onnan jönnek legtöbbször a fiatalok. Így azt mondom, hogy mindig van egy egészséges utánpótlásunk, illetve a feltörekvő, vagy ahogy a gyerekek idősödnek, úgy meg is maradnak nálunk, és így próbáljuk létrehozni ezt a kellő állományt, ami majd egyszer szükségünkre fog válni, hogyha vonulós egyesületként részt tudunk venni a körforgásban. Próbálunk a gyerekeknek minél színesebb programokat is találni, illetve a táborozás is mindig részt vesz az évi naptárban. Bátaszéken nagy hagyományai vannak a tűzvédelemnek és az önkéntes tűzoltó tevékenységnek is, az önkormányzat pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy ezeknek az egyesületeknek és csoportoknak a munkáját segítse. Mi tűzoltó egyesületünk is már több mint 100 éve működik itt Bátaszéken, és a város is nagyon fontosnak tartja, hogy minden lehetőséget biztosítson annak érdekében, hogy ez a maroknyi lelkes csapat továbbiakban is tudja a feladatát ellátni. Egy kicsit speciális rendszerben működünk manapság, hiszen van egy önkéntes tűzoltó egyesületünk. Hála jó Istennek néhány évvel ezelőtt alakult egy fiatalokból álló fiatal tűzoltó egyesület is, és van egy önkormányzati tűzoltóságunk. Ezzel a három csapattal ötvözve látjuk el itt Bátaszéken a tűzvédelmi feladatokat. Az önkormányzat anyagilakkal is támogatja természetesen a tűzvédelmi feladatot, hiszen magát a laktanyát is biztosítja ennek a feladatnak az ellátásához, anyagi forrást is biztosít a működtetéséhez, és igyekszünk minél szorosabb kapcsolatot tartani a katasztrófavédelem megyei, illetve városi igazgatóságával, hogy onnan is forrásokat, lehetőségeket tudjunk szerezni ahhoz, hogy itt Bátaszéken néhány perc alatt, ha kell, be tudjanak avatkozni a tűzoltóink. Munkahely szempontjából is fontos, hiszen több mint 10 főt foglalkoztat az önkormányzati tűzoltóság, tehát ez is egy fontos szempont ahhoz, hogy ezt továbbiakban is működtetni tudjuk, és legyen lehetőségünk arra, hogy még az utódaink is Szent Flórián nap alkalmával néhány évtized múlva, vagy talán évszázad múlva összejöjjenek és ünnepeljenek. A megemlékezés után a tűzoltók villogó fényekkel és szirénaszóval tettek tiszteletkört a városban. Arany, ezüst és bronzérmes borokat is kóstolhattak azok, akik részt vettek az idei bátaszéki borverseny eredményhirdetésén. A település művelődési házában adták át a kitüntetéseket, valamint a városbora címet is kiosztották három kategóriában. Az idei évben egyébként rekordszámú minta érkezett, a szervezők pedig örülnek, hogy több év kihagyás után újra megrendezhették az eseményt. Idén ismét megrendezték a bátaszéki borversenyt, a város borai mellett természetesen arany, ezüst és bronz érmeket, valamint külön díjakat is átadtak az ünnepségen. Bozsolik Róbert polgármester elmondta, nagy öröm, hogy két év kihagyás után ismét megrendezhették az eseményt. Bátaszéken tényleg évtizedekre visszanyúló hagyománya van, hogy borversenyt rendeznek.
Az utóbbi évtizedekben a hegyközség a főszervezője ennek az eseménynek. Hát sajnálatos módon egy kis átalakulás van ezekben a borversenyekben, mert egy 10-15 évvel ezelőtt még sokkal több kispincészet is képviseltette magát ezen a borversenyen. Ez egy kicsit megváltozott, most már a nagyobb pincészetek dominálnak, ők hoznak több fajta bort a versenyre. A kispincészetek egy kicsit visszafogottabban, de még hála jó Istennek még mindig jelen vannak. Hát öröm, hogy 2019 után végre sikerült megrendezni ezt a borversenyt, hiszen a Covid miatt 3 év teljes egészében kimaradt. Ez talán érzékelhető volt abban is, hogy a szervezők elmondás alapján rekordszámú mintát vizsgáltak a borbírók a tegnapi nap folyamán. 4 zsűri zsűrizte a mintákat, és hát öröm számunkra, hogy 2022-ben végre ki tudjuk osztani a bírák által legmagasabban pontozott boroknak a Bátaszék borra elismerést, mint fehérborban, mint rozéban, mint pedig vörösborban. És hát mi is egy kicsit büszkék lehetünk majd, hiszen a rendezvényeinken ezekkel a borokkal fogjuk kínálni majd a vendégeinket is. Az idei borversenyre nevezett 150 minta mind a hegyközség borászaitól érkezett. Tulajdonképpen a minták minősége is egyszerűen kiemelkedő volt. A bírálat az 4 bizottságban folyt szakemberek által. A borokat teljesen anonim kapták, minden ismertetőjegyük el volt róluk tüntetve, kizárólag évjáratot és fajtát tudtak a bírák. Különböző évjáratok voltak, a legtöbb az újbor, 21-es évjáratú volt, de érlelt fehér és vörös borok is voltak. Úgy gondolom, hogy a hegyközség területe az alkalmas minden bor készítésére, ezt a tegnapi bírálat is bemutatta, mert szinte minden kategóriában magas pontszámok születtek a fiatal fehérboroktól, illatos fehérboroktól az érlelt vörösborokig, úgyhogy egyszerűen nagyon jól sikerült a borverseny. Az eredményhirdetés után a résztvevők megkóstolhatták a versenyre nevezett borokat, és egy közös vacsorával ünnepeltek. Rel Kata textilképeiből nyílt kiállítás a Petőfi Sándor művelődési házban. Az alkotó azt mondja, nincs olyan anyagdarab, ami egyszer csak új esélyt kapva ne tudna felhasználni egy alkotáshoz. A képeket május 31-ig tekinthetik meg az érdeklődők. Szép, azt kimondja meg, a fáról leső, pirosló megy, termőfának mind az ága, gyümölcsöknek sokasága. Csak a fényt keresem, ezzel a címmel nyílt kiállítása a Rel Kata textilképkészítőnek. Elmondása szerint a rajzolás, festés nem volt jellemző rá. Nyugdíjas korában érte utol a késztetés, hogy textilképeket készítsem. Én tényleg csak a fényt keresem. Tehát nem az árnyékba akarok bújni, és nem a sötétbe akarok botladozni, amint írtam a versbe is, hogy félek a sötéttől, szenvedek, és fényt egymásra kell ragyognunk. Tehát mi emberek ne gyűlölködjünk, hanem igenis egy kis fényt ragyogjunk egymásra. És ahogy a versbe is írtam, hogy ha mindenki egy kis fényt ragyog, akkor a sötétség, az árnyék az el fog iszkolni, eltűnik. De hát sajnos nem ilyen világban élünk. Rel Katának 2004-ben készült el az első alkotása. Régebben is mindig kézimunkáztam, kötöttem, hímeztem, horgoltam, és készült egy kép, ezt már többször el is mondtam más helyeken, hogy készült egy kép, és az ilyen keresztszemes öltésekkel, és elfogyott a fonál. Elfogyott a fonál, és nem találtam másikat helyette, és akkor kitaláltam, hogy ugyanezt a képet én megcsinálom textil darabokból. Tehát onnan jött az ötlet, az első kép, és így elkészült az első textil képem, az Éjszaka címet viselő, majdnem 1,5 méter nagy széles kép. Említettem, hogy én portrékat még nem próbáltam, tehát valószínűleg abban nem lennék jó. De úgy élményeket, képek, tájképeket azt szívesen csinálom, megörökítem, és ebbe lelem örömömet. Az alkotó azt mondja, autodidakta módon sajátította el a textilképek készítésének technikáját. Egyszerűen csak jött az ötlet, hogy textil darabokat fel lehet használni, és akkor tulajdonképpen én a semmiből varázsolok valamit.
Ugye most nagyon divatos az újrahasznosítás, hát én a textiliákat újrahasznosítom. A képek készítése mellett az alkotó verseket ír, így gyakran előfordul, hogy ezek kapcsolódnak, vagy éppen egymásból születnek. Hol a vers készül el előbb, és hozzá a kép, vagy fordítva. Tehát összhangban vannak. Nem mondom, hogy minden képhez van vers, de nagyon sok képhez van vers. A virág is kedvencem, a tájak is, az élmények, hát nem tudom megmondani, hogy mi a kedvesebb. Egy időben, az első időben, akkor virágot készítettem, és mikor láttam, hogy meg tudom csinálni, akkor úgy voltam, hogy már más szemmel, nagyon szeretem a virágokat, de más szemmel látom őket, és akkor amikor egy kis százszor szépen lehajolok és megnézem közelebbről, a férjem annak idején azt mondta, hogy te megint valamin töröd a fejed, te megint valamit akarsz kreálni, és akkor mondtam, igen, te azt úgyse fogod tudni megcsinálni. És akkor elővettem egy élő virágot, mert úgy szoktam, hogy élő virág van a kezembe, és az tökéletes mását akarom elkészíteni, és akkor egy ilyen alapra, úgy mondom, hogy alapra, tehát amire rádolgozom, arra rátettem egy élő virágot, meg rátettem az én általam készített virágot, és oda tettem a férjem óra elé, tessék, akkor most mondd meg, ne nyújj hozzá, de mondd meg szemmel, melyik az igazi. Nem tudott különbséget tenni. Változó, mert ott hátul azok a nagy képek, azokon általában, nem általában, úgy körülbelül egy hónapig is dolgoztam. Tehát igaz, hogy nem a nap 8 órájában, mert az képtelenség, tehát roppant nagy figyelmet, türelmet igényel, azokat egy hónapig készítettem. Hát egy kisebb képet, az rövidebb idő alatt. A kiállítást május 31-ig tekinthetik meg az érdeklődők. 2 év kihagyás után ismét rajthoz állhatnak a vállalkozó kedvi versenyzők a május 14-én megrendezésre kerülő 13. bátaszéki triatlonon és az ezzel egybe kötött Novák István futó emlékversenyen. A megmérettetés érdekessége a fordítópont lesz, ugyanis idén a 2016-os év fájához a molyhos tölgyhöz kell eljutniuk a résztvevőknek. A Novák István futóversennyel egybekötött megmérettetésen lehetőség lesz megcsodálni a város egyik büszkeségének tartott fát. Igaz, nehéz kaptató vezet idáig, de a látványért megéri meghozni ezt az áldozatot. A kora délután induló emlékversenyen, illetve az ehhez kapcsolódó fordított triatlonon a futás és a kerékpározás mellett a tanúszodában is próbára tehetik magukat a résztvevők. A délelőtti nap 10 órakor kezdődik az óvisok részére 200 méter kerékpárról és 100 méter futással, majd az iskolásoknak 50 méter húszás, 3 km kerékpár és 1 km futás teljesítése feladat. Úgy gondolom, ezek olyan távok, amit mindenki egymaga is könnyen teljesíthet, de ha nem akarja, akkor váltó jelleggel a 3 sportágat meg lehet osztani. Én úszom, te kerékpározó, ő fut jelszóval. A délelőtt folyamán ezekben a rövid távokban lehetőség lesz baráti közösségnek, családoknak is indulni váltó jelleggel. A délután szól a felnőttekről. Tehát egy egész napos programot kínálunk úgy a gyerekeknek, mind a családoknak, felnőtteknek, minden korosztálynak. 10 és 13 óra között a tanúszoda környékén, a Hunyadi utcában, a Békesoron, illetve a Bezédi utcában zajlanak a rendezvények, és a versenyzők biztonság érdekében lezárjuk ezeket a területeket. Kérem, hogy kerüljék ezeket az utcákat. 2 év kihagyás után állhatnak rajthoz a versenyzők. A molyhos tölgy előtti területen a szervezők frissítővel várják majd a résztvevőket. Ez csak fordítva a más. Itt gyönyörködhet a látványba, de nem muszáj végigfutni, itt lehet itt sétálgatni, nézelődni. Itt kap frissítőt, és miután megpihent, akkor szépen lekocog, lesétál a rajthelyre. Tehát ez 7 km a táv, 3,5 km föl, 3,5 km vissza. Az emlékversenyt Novák István, a város egykori közismert és szeretett testnevelő tanárának és sporttörténészének az emlékére szervezik meg már hosszú évek óta. Kilegendás volt az ügyben, hogy mekkora lelkesedése volt, és mennyire mekkora lelkesedés vitt be a tanulókba is. Építettünk itt atlétikapályát, sportoltunk minden sportágban, atlétikától kezdve a röplabdáig, jártuk az országos versenyeket, nekem testnevelő tanárom volt, én nagyon szerettem, és rajtam kívül nagyon sok tanítványa szívesen emlékezik vissza Vista bácsira, akinek az emlékére már évekkel előtt rendeztünk Szekszár Bázik futóversenyt, de az megakadt, és most újra szeretnék indítani ezt a sorozatot is. A megmérettetésre előnevezli május 10-ig lehet. Az első 200 nevező a rendezvény emblémájával ellátott pólót kapja ajánlani.
ajándékba. A szervezők az időjárás függvényében 300-500 fő részvételére számítanak. A legtöbb általános iskolás gyerek, főleg bátaszékiek, de jönnek óvodások is, meg általános iskolások is a környező településekről, sőt az ország más részéről, például Balsról rendszeresen nagy létszámú jönnek, Bajáról is nagy létszámú jönnek, a fogyasztó kiadónra pedig az ország több részéről jönnek felnőttek is. Valamennyi kategória nemenkénti első három helyezettje éremdíjazásba részesül. Aki a fordított triatlonon indul, a Novák István emlékversenyen nem kerül értékelésre. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!